Köszöntöm a Kultuszoba nézőit! 8. alkalommal szervezte meg a regionális gitárversenyt a Szekszárdi Garai János általános iskolához tartozó Liszt Ferenc alapfokú művészeti iskola. A nem csak Tolna megyei érintettségű megmérettetésre Somogy és Baranya megyéből is érkeztek tanulók. A három évente megrendezésre kerülő versenyre idén 5 korcsoportban szóló hangszerrel közel 70-en jelentkeztek és mutatták be tudásukat a zsűri előtt. A jelentkező versenyzők közül a legkisebbekkel, az első korcsoportos diákok produkciójával kezdődött a 8. regionális gitárverseny Szekszárdon. Tolna megye mellett Somogyból és Baranyából is érkeztek nevezők, hogy megmérettessék magukat. Az esemény célja, hogy a gitárzenét tanuló növendékek felkészültségét és életkoruknak megfelelő művészi, alkotói és előadói képességeket értékeljék. A tanulók az iskola hétköznapjaiból kiszakadva megmutathatták tehetségüket, egyéni stílusukat, illetve azonos korú kortársaik munkáját, hangszeres játékát is megismerhették. Először még csak hobbi szinten kezdtem el. Édesanyám sok komoly zenét hallgatott a családból. Én inkább a könnyű zenei vonalon akartam elindulni, de időközben megszerettem az egészet csinálni, és a mai napig nagyon szeretem mind a komoly darabokat és a könnyű zenét is. Belefűzem a gitározásba, ha tehetem. Pécsről érkeztem a Kontrasztok zeneiskolának a keretei között. Azért tartom ennek a versenyeket, mert nagyon jó tapasztalatszerzés, csak pozitívat igazából helyezéstől függetlenül, vagy igazolja azt, hogy jól csináltad és eleget gyakoroltál, vagy motivál, hogy még többet és legközelebb még jobban. Jó csapatépítő, meg kis kiruccanás. 2 éve lett ő a tanárom, előtte sok váltás volt, de amióta vele vagyok, azóta nagyon intenzíven fejlődtem, és nagyon sokat haladtunk előre. Itt is a felkészülés nagyon jól ment, jó volt, sokat kellett gyakorolni nyilván, és remélem, hogy meg lesz az eredmény. Egy évvel ezelőtt nagyjából voltam egy gitárkurzuson, és az ottani tanár, aki tartotta a kurzust, ő neki 2 darabját hoztam, illetve egy kötelező darabot, aminek a szerzője Fernando Sor, és tőle azt, ami legjobban tetszett, egy etűdöt, illetve egy reneszánsz darabot. Mindezek mellett az indulóknak jó kikapcsolódási lehetőség is a verseny. Eleinte hobbi szinten kezdtem el, mert anyukám is sokat gitározott kiskorában, járt zeneiskolába, ő beszélt rá erre, aztán nagyon megszerettem, és így egyre jobban megtetszett, és itt tartunk most. 11 éve gitározok immár, ez a 6. versenyem. Voltam Sistrumon, ez lesz a 2. regionális, volt nemzetközi verseny is, meg ilyen kisebb találkozók. Hetente 1 órán van, egyszer 1 órás, plusz otthon szoktam mellette még gyakorolni, és minden darabot igazából addig, ameddig jól esik. Minden versenyen más a közeg, más emberek vannak, akik maradtak más versenyekről, új embereket lehet megismerni, és ez jó. Nehéz volt összehozni a próbákat, de azt látom, hogy szívesen jönnek, szívesen csinálják, szívesen felkészültek rá. Tehát aki vállalta, az tudatában volt annak, hogy ez rengeteg plusz munkával jár. Most kezdem látni azt, hogy azért beérik a munkánk gyümölcse. Én úgy választottam ki a saját növendékeimet, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ki az, akit gyakorlásra lehet
buzdítani, aki szorgalmas. Tehát egy ilyen versenyen csak is azzal szabad indulni, aki tényleg oda teszi magát. Annyit mondtam nekik, hogy érezzék magukat jól a színpadon, és adják elő azt, amit tudnak. De egy ilyen rendezvény azért közösségépítő is, mert azt látom, hogy a kamaracsoportom is próbáltunk itt a nagyteremben, és mondtam nekik, hogy akkor vége a próbának, hazamehettek, és még 10 percig üldögéltek és beszélgettek, és jól érezték magukat, úgyhogy azt látom, hogy összekovácsolja őket ez a program egy kicsit. A produkciókat egy 3-tagú zsűri értékelte, akinek hazai tagja Környei Miklós gitártanár, aki a Szekszárdi Regionális Gitárverseny ötletgazdája és alapítója is egyben, akiben jó pár évvel ezelőtt azért fogalmazódott meg az igény a versenyre, hogy legyen egy olyan hely, ahol minden versenyző azonos eséllyel indulhat. Többek között a zsűri tagjai ezért is képviselnek 3 különböző intézményt, hogy mindenfajta érintettséget kizárjanak az értékelések során. Sajnos a negatív versenyekkel kapcsolatos tapasztalataim hozták létre ezt a dolgot, ugyanis versenyeken olyan dolgok érték az embert, hogy arra gondoltam, hogy hát ezt nem szabadna megengedni a zenébe, hogy egy versenyen úgy zsűrizzenek, hogy igazságtalan eredményeket hozzanak, és ezzel a fiatalnak akár a karrierjét, vagy az énjét valamilyen szinten károsítják. Elsődleges célnak azt tartjuk, hogy a fiataloknak a zenei felkészülésének adjunk egy lendületet, mert a versenyre való felkészülés ugye ez egy fokozott gyakorlási időszakot jelent, és ez nyilván megnyilvánul abba is, hogy milyen lesz az előadási darabja, aztán a későbbiek során milyen művész válik esetleg belőle, hogyha gitárművész lesz. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy bennem milyen érzetet kelt az, amikor valaki muzsikál. Tehát, hogyha meg tud fogni a zenéjével, és hitelesen tudja előadni azt, legyen az reneszánsz, vagy klasszikus, vagy romantikus zene, vagy akár modern, akkor én azt értékelem. Önmagában a tehetség kevés a sikerhez, gyakorlás nélkül nem juthat a felszínre. Megfelelő hozzáállás, alázat, megbízhatóság, akarat, azaz kőkemény munka nélkül nincs igazi siker, fogalmazott Miller Zoltán zenész és énekes. A regionális gitárverseny is jó alkalom a tehetségek felismerésére és a tehetségek gugondozására. Hagyományos sváb fúvózenekari koncertet adott Gyönkön a Mecsek Nádasdi Alte Kameráden Blaszkapelle fúvózenekar szombaton. A vendégegyüttes a helyi német nemzetiségi egyesület meghívásának elegettéve érkezett a településre. A német egyesület tagjai a Kis-Tolna megyei város egyik legaktívabb közösségét alkotják, részt vesznek a település valamennyi közösségi és kulturális rendezvényének szervezésében és lebonyolításában. Az 1993 óta működő Gyönki Sváb Egyesületnek jelenleg 165 tagja van. Különleges koncerttel készültek a Mecsek Nádasdi Alte Kameráden Blaszkapelle hagyományos sváb fúvószenekar tagjai a Gyönki fellépésükre. Az előadás egy igazi interaktív időutazás volt, ugyanis a múlt század első felébe invitálta a hallgatóságot, oda, amikor a magyarországi sváb fúvószenekarok virágkorukat élték. Bemutatjuk a falu, egy sváb falunak a zenei életét, a zeneoktatástól a táncos alkalmakig. A sváb zenekultúra már-már szociográfikus ábrázolásához a zenekar előadását interaktív magyarázó részek tették értetőbbé a koncert során. A Dél-Dunántúlon a múlt század közepén, még a 60-as, 70-es években is működtek olyan sváb zenekarok, amelyek a fúvószenekari felállás mellett
felváltva vonós zenekarként is játszottak. A zenekar 10-valahány éve alakult, 11, igen, és hát olyan zenészekből jött létre, akik korábban fiatalkorukban idős zenészekkel muzsikáltak svábbálokban, lakodalmakban, és ott ismerkedtek meg ezzel az eredeti hagyományos sváb stílussal, és ezt most idős korukban igyekszünk úgy megoldani, hogy fiatal zenészeket is toborzunk be. Mindig van egy 5-6 fiatalabb korosztály, akikkel igyekszünk megszerettetni ezt a zenét, de leginkább, hogy ezt a stílust ismerjék meg. Ne a száraz kottából zenéljenek, hanem együtt a közvetlen hagyomány átadás útján vigyék tovább, mint ahogy annak idején az idősek is közvetlen hagyomány útján tanulták meg ezt a stílust. Magas svábfúvó zene, ahogy itt a narrátorban elővezetjük, a Böhm ismer is stílusból, fúvózenei életből merül, alakult ki a hazai sváb falvakban. Ugye a sváb legények a osztrák-magyar monarchia katonaiként találkoztak a cseh, az osztrák katonákkal, és ott általában a zenét tudó sváb legényeket a katonazenekarokhoz vonultatták be, és így ismerkedtek meg a fúvózenével, és hozták magukkal kottákat, az eroldi stílust, a hangszereket is sokszor, és ezt a sváb zenét, amit ugye onnan hoztak magukkal, kotta formájában, a saját falvaikban, más zenészekkel, a saját stílusukban, a saját érzésvilágukban adták elő, és alakítottak ki egy külön sváb, magyarországi sváb fúvózenei stílust. A mecseknádasdi sváb fúvósok az alig több mint 2000 fő lakosú gyöng, közel 170 tagot számláló Német Nemzetiségi Egyesületének meghívására érkeztek a település gimnáziumának színpadára. Minden évben szeretnénk több koncertet is bemutatni gyönkön. Ugye kezdjük mindig a Mézes Karács kiállítása, ahol mindig kizivétel nélkül van fúvószene, és most egy ismerettség által hallottunk az Alte Kameraden zenekarról, és most úgy gondoltuk, hogy őket hívjuk meg. A Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület alig, hanem a település legaktívabb közössége. A tagok összejövetelek egész sorát szervezik meg minden évben. Náluk a szőlő művelése és az ezzel kapcsolatos eszmecsere, egy disznóvágás vagy a húsvéti tojásfestés ugyanúgy kiváló alkalom arra, hogy együtt legyenek, mint a pünkösd vagy a szüreti felvonulások. Akarjuk, hogy valami legyen Gyönkön, tehát nem csak magunknak csinálunk rendezvényeket, hanem hogy aki nem tud elmenni vidékre egy-egy ilyen nagyobb rendezvényre, az itt Gyönkön is megtalálja a számítását. Minden hónapban van az egyesületnek rendezvénye, az idén ez már a harmadik vagy a negyedik rendezvény. Év elején kezdtük a dűlőjárással, ami mindig vízkeresztkor van. Ilyenkor a tagok összejönnek, ugye megbeszélik a férfiak, persze a borok áll, hogy néz ki, hogy kell-e fejteni, nem kell a meccési munkálatokat. Aztán volt a hagyományozó sváb disznóvágásunk. Április 1-én lesz a tojásfestés, ahol szintén mindenkit várunk, tehát az egy nyilvános rendezvény lesz, ahol a tojásfestőt hívunk, és a művelődési házba gyerekeknek, felnőtteknek tojásfestést tanítunk, vagy együtt készítjük a tojásokat. Aztán pünkösd az május 31-én, az egyesület minden évben pünkösd vasárnapján azt vállalja el, hogy az egész rendezvényt leszervezi, és igyekszünk szponzorálni is már amennyire az egyesület pénztárcája engedi. Na.
nagyon szép számmal lépnek be az emberek az egyesületbe, nem csak itt a helyiek, hanem vannak vidékről is támogatók, sőt, elszármazottak, tehát akik valamikor itt születtek Gyönkön, de van így házuk, és visszajönnek, ők is egyesületi tagok, és amikor itt vannak, akkor részt vesznek az egyesület életébe. Negyven éve volt először Szekszárd Big Band koncert Szekszárdon. Azóta hagyománnyá vált, hogy február közepén a zenekar színpadra áll, hogy szórakoztassa a jazz hívőket, akik évről évre megtöltik a nézőteret. Idén László Boldizsár, a Cotton Club Singers énekese és opera énekes volt az est sztárvendége, de más érdekességeket is ígért az est. Túl a 4 évtizedes fennálláson és egy új évtized elején a hagyományok megtartása és a modern kor kihívásainak kettősségében tartotta rendes évi koncertjét a Szekszárd Big Band. Mint minden ilyen alkalommal, a felkészülés már hónapokkal az estet megelőzően kezdődik, és még nem is a próbateremben. Mert hogy, meséli Pece Zsófi, otthon hosszú tervezési folyamat előzi meg minden koncertet. A darabválasztáskor, amikor így mindig sorban nézzük, hogy a műsorban, a repertoárban mi az, ami szerepeljen, akkor ugye szép sorjában végigvesszük, hogy kik jönnek, kihez kéne alkalmazkodni, mit hogy kéne csinálni, miből van kotta, kinek milyen a hangfaja, milyen a stílusa, és aztán ez természetesen egy picit ilyen közös gyerekjátékhoz hasonlít, hogy mindenki egy kicsit próbál afelé közelíteni, hogy mi az, ami a legjobb és a legütősebb választás lesz talán, vagy a legsikeresebb, hogy mindenki jól érezze magát. Úgyhogy így aztán a végére vannak változások természetesen. Ez most sem volt másképp, de ettől függetlenül azt gondolom, és nagyon remélem, hogy bár volt egy-két ilyen számcsere vagy darabcsere az idő folyamán, remélem, hogy ezek is nagyon-nagyon jól fognak sikerülni. Próbálunk így egyfajta kompromisszumot megkeresni, hogy mindenki azt mondja, hogy igen, na ez így jó lesz. Ez inkább úgy szokott kinézni, hogy valaki bedob egy számot, és akkor utána ki, igen, az legyen. És aztán körbejárjuk ezt a témát, hogy ez valóban megvalósítható, vagy nem annyira. Általában azért igen, tehát úgy szokott alakulni, hogy addig megyünk utána, addig próbálkozunk, amíg ezt sikerül összehozni. És persze vannak olyan dalok, amelyek akárhány Big Band koncert is lesz, kihagyhatatlanok a repertoárból. Ilyen például a New York, New York is, amit évtizedeken keresztül Csepregi Péter énekelt el. Idén letehette a terhet. 25 évig mindig angolul kellett énekelnem a Big Bandbe, és tavaly lehet, hogy sikerült vele meglepetést okozni, hogy ez el is hangzott úgy a konferenc után, hogy volt lehetőségem végre magyarul. És úgy néz ki, hogy ma megint majd magyarul. Én szívesen énekelem a New York, New Yorkot is, csak lehet, hogy ez annyira rám ragadt már itt az elmúlt 25 év alatt, hogy valaki meglát, akkor mindjárt azt gondolja, hogy csak a New York, New Yorkot tudom elénekelni, de azért talán mást is tudom. Változik a csapat, és ezzel újabb kihívások jönnek, mondja a zenekar titkára, ami jót tesz mindenkinek. Változik a csapat, most az utóbbi években főleg sokat, mert ugye sokan, hát meghaltak sajnos, nyugdíjba vonultak, nem muzsikálnak már velünk. Mindig vannak új emberek, és akkor meg új szólisták, és akkor mindig egy kicsit előveszünk egy-két régebbit, vagy tanulunk új számokat. Most is van sok, amit mostani műsorban, amit még nem játszottunk. Tehát mindig van kihívás. Kirepül az ablakon, átsuhan a városon. Vigyázzak, hogy elveszél idő, járt el karamon.
Minden Big Band koncerten színpadra lépnek sztárok és ifjú tehetségek is. Nem volt ez másként idén sem. A pluszt az adta, hogy a húzó név László Bordizsár, aki operaénekes és jazzista is, ebben a házban, illetve Pakson nevelkedett és tanulta a muzsika alapjait, így egy plusz töltéssel a lelkében érkezhetett tulajdonképpen haza. Az életemnek még, már az aktív zene életemnek még is a legnagyobb szelete, akárhogy nézem. Tehát 10 éve énekelek operát és 15 volt a Singers. És az utóbbi években pedig a Cotton Club Singers-szel számos sikeren túl vagyunk olyan tekintetben, hogy ilyen emlékkoncerteket adunk. Néha egy-egy célzottan egy-egy lemezt előveszünk, mert eldöntöttük, hogy nyaranta két koncertet adunk mondjuk, vagy évente hármat mondjuk. És most idén 25 éves a csapat, akkor ezt is megünnepeljük, de most nem ennek a kapcsán beszélgetünk, csak mint műfaj mondom. És az, hogy én most a Szexhard Big Bandnek a vendégeként itt lehetek, ez jól esik most. Ez most így nagyon, nagyon nagy találkozás meg újra a Szexhard Big Banddel és azon belül a Pece családdal, mert tényleg ez egy kiváló, hogy egy családon belül ennyi gyöngyszemet föl lehet mutatni. Hiába látványos műfaj az opera, meg tudom csinálni. Azt az énemet azt rendesen elnyomta, ami azért még bennem van, és most sikerült megtalálnom azt a balanszot, hogy könnyű zenét célzottan tényleg akkor csinálni, amikor nincsen körülötte nagyon nehéz opera éneklés. De például a Singers az ettől abszolút kivétel, mert ő velük meg simán tudok úgy énekelni, hogy másnap legyen egy opera előadás, mert meg annyira négy fele oszlik az energia, amit kifele kell bocsájtani, nem úgy, hogy egyedül állsz kint, és megdög lesz aznap este, mint ahogy volt velem az Erkel Színházban, tehát ott nem is tudom hány napig, egy hétig nem tértem magamhoz. Annyira, hogy az operaház tudomásul vette, és két napig ki se írt próbálni. Itt van egy 20 számos repertoár, és azt mondtam a Pistának, hogy válasz. És akkor azt a tessék, és akkor elküldtem a kottát. Ma itt találkoztunk koncertet 2 órában, és működnek a dolgok. A pluszt az adja nekem, hogy én ebbe a megyében nőttem fel, és ebbe a házba, Babicsba jártam állandóan gyerekként, színházi előadásokra, koncertekre, mindenfélére, tehát nekem ez mindig egy központi hely volt. Ez az a plusz, amitől, meg ugye azért még pár ember a Big Bandben olyan ismerősök, akikkel szintén gyerekkorom óta ismerjük egymást, nekem ez adja ezt a plusz nekem. Hol is küzdeni? Szerelmük messze tűnő szép történetét, a múlt vasárút régi szerelmes regényt, a boldogságot és a sok fájó reményt. Hol kezdeni? Jött és nem közelt, mosolygott, oldott bennem minden hús közönt. Már tudom, nem lesz többé bennem újra csönd, hisz egykor együtt éltünk, mint az égben fönn. 41 évesek lettünk, ez a 40. hangversenyünk. A csapat rendkívül jól van együtt. Azt gondolom, hogy jó szólistáink vannak, és hát nagyon jó sztárvendéget hívtunk idén. Boldizsárt hallottam több alkalommal a Budapest Jazz Orchestrával, és hát nagyon jónak tartom, amit ő csinál. Azon kívül egy érdekes szexádi vonatkozása is van a dolognak, vagy paksi, hogy ő ugye trombitálni ifjabb Vékhelyi Miklóstól tanult, és a koncerten is fog természetesen trombitálni egy kicsit. Alapvetően én azt preferálom, hogy ez a Szexhard Big Band egy jazz zenekar. Azt is tudom, hogyha megmaradnánk valami irányzatos jazz vagy big band muzsikánál, akkor nem biztos, hogy megtelne ránk a ház. Egy kicsit nyitunk az újabb, modernabb zenék felé, amiket nagyon nehéz szintén eljátszani. Ez a szólistáinknak a stílusán is hallatszani fog, hiszen a László Boldizsáron kívül még lesz egy fiatal énekes szólistánk, aki tavaly a Gevenc hangja énekversenynek a győztese.
az egyik fölajánlásunk ez volt, hogy akkor ő a Szexárd Big Band-en föllépett, és most két számot fog énekelni. Hogy meg kell újulni állandóan, és egy kicsit újat meg mást hozni, de természetesen vannak sarokpontok, ilyen például az In the Mood című világszám, amit a Glenn Miller zenekar, amit sikerre, és ami ennek a műfajnak az alfája és az omegája, tehát soha nem adjuk ki egy műsorban sem. Kétségkívül az Est meglepetése egy olyan produkció volt, mely sokak számára elképzelhetetlen lett volna. De a főszereplő azt mondja, az emberek éhesek a különlegességre, a szokatlanra, így hát ennek is sikere lett. Dránovics István, a Tornatáj Televízió vezérigazgatója arra vállalkozott, hogy kislányával énekeljen duettet. Tulajdonképpen az ötlet az a Petsze Pista állítólag a Petsze Pista feleségé volt, aki kitalálta, hogy ne a Petsze énekelje a kislányommal ezt a duettet, hanem én. Hát ez ilyen egyszerű volt végül is. A másik, hogy arra gondoltam, hogy ha én a kislányommal együtt énekelek egy színpadon, az neki mekkora élmény lehet. Nekem nagy volt, hogy vele énekeltem. Úgyhogy ennyi. Mert heteken keresztül gyakoroltunk. Ez egy nagyon kellemes dal, egy nem bonyolult, nem túl nehéz, zenéleg nem túl nehéz szám. A dolog nagyon nekem nagyon tetszett, de főleg az, hogy ott volt velem a főszereplő kisasszony. Mert én csak őt tulajdonképpen kísértem, ha lehet ilyet mondani. Nagyon sokan, akikkel találkoztam, mindenki gratulált, és mindenkit meghatott ez a dolog. Ez számomra kicsit meglepő, de nagyon jól esik, és mindenkinek köszönöm. Hát mindenkinek vannak emlékei a szüleiről, mindenkinek van egy apaképe vagy anyaképe. Hát lehet, hogy ez az esemény abban egy kis színfolt lesz később. A nagylányai mit voltak, azoknak nagyon tetszett. És így kérnek, hogy vagyok. Hát inkább csak bőgtek egyet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!